A Gyergyószentmiklósi delegáció találkozott a helyi dombóvári vezetőkkel és közösségi csoportokkal, lehetőséget teremtve a tapasztalatok megosztására és a jövőbeni együttműködések megalapozására. Romfeld Katalin, a Salamon Ernő Gimnázium angol szakos tanára kísérte el a 14 diákból álló csoportot. Az önkormányzat meghívására érkeztünk, hétfőtől vagyunk itt, vasárnap távozunk, úgyhogy a hetet az önök társaságában töltöttük tulajdonképpen. Testvérvárosi kapcsolatokat igyekszünk ápolni az önkormányzattal. A célunk az lenne, hogy minél több intézmény kapcsolati szinten egymással együttműködést kezdeményezzen, barátságok, partnerségek alakuljanak ki, és hogy valami gyümölcsöző jöjjön létre a két település között. A kapcsolati háló az mindenkinek fontos, és szerintem mind a két település profitálna ebből az együttműködésből, úgy az intézmények, sport, oktatás, alapítványok, mint főleg a diákokra gondolok én, mert minket ez a vetülete érdekel inkább, hogyha a gimnáziumok kapcsolatot tudnának teremteni, és cserediák akcióba kezdeni, vagy cserediák tevékenységekkel megismertetni a kultúránkat, megismerni az itteni kultúrát, már ami persze a helytörténetet, a helyi jellegzetességet illeti, és ugyanezt tudnánk nyújtani mi is Erdélyről egy kicsi ízelítőt az ittenieknek. Antal Orsolya, a Gyergyószentmiklósi csoport tagja számolt be a programokról. Hétfőn indultunk el, és hétfőre ide is értünk. Ezen a héten nagyon sok programunk volt. Mentünk volt a Szigeterdőbe, néztük volt a téglagyűjteményeket, közösségi házba vezettek körbe, és volt egy gyerek, hát igazából gimnázista, aki bemutatta nekünk a városházát alaposan, nagyon sok mindent megismertünk. Voltunk a tegnap Pécsre, ott pedig bemutatták az ilyen fontosabb helyeket, és utána adtak szabad időt, hogy eltölthetsük az időnket. És nagyon szerettem, és nagyon, nem voltam még Pécsen, és nagyon új volt nekem. Szerintem, mikor a városházán voltunk, ott nagyon sok információt tudtam meg, és nem tudom, nagyon alaposan el volt magyarázva, és nekem nagyon tetszett, hogy be voltak rendezve a szobák, meg minden, úgyhogy az tetszett legjobban. Bemutatták ott a különböző helyeket, hogy mit lehet csinálni. Utána mentünk lövészetre, amit kifejezetten nagyon szerettem, és utána fociztunk egyet. Azután még benéztünk az uszodába is, igazából beszélgettünk. Elmondta, hogy részt vettek a sportágválasztó eseményen, ahol számos sportolási lehetőséggel ismerkedtek meg. Kiemelte, hogy fontosnak tartják a mozgás népszerűsítését. A mai nap elmegyünk a Tüske tóhoz, ott lehet halászni, ez még nem biztos, és ott körbe fognak vezetni minket. És esténként pedig különböző gimnáziumba szoktak elvinni, hogy megismerjük ott az ottani fiatalokat. A Gyergyószentmiklósi delegáció már a tavalyi évben is ellátogatott a településre a Petőfi hetek alkalmával. Idén a Bethlen Gábor alapkezelő támogatásával ismét ellátogathattak városunkba. Három középiskolának a diákjaival töltötték a hetet. Nagyon sűrű és tartalmas és élményekkel teli hetet tölthettek a gyerekek itt. Mindegyik középiskolában voltak ismerkedni a diákokkal. Azon kívül Pécset voltak egy egésznapos kiránduláson, itt Dombóváron, Madárvártán voltak múzeumban, a Székelykör vendégül látta őket a közösségi házban egy vacsorára, tehát rendkívül sok programot szerveztek itt a fiataloknak. Zárásként a közösségi házban Fenyvesi Gáborral egy kis zenés estet rendeztek maguknak, úgy mondjam, jó kis éneklés, gitáros est volt, egy búcsú est. És én úgy láttam, hogy a csillogó szemek azt mutatták, hogy jól érezték magukat. Most a tervünk az, hogy jövőre mi viszünk oda fiatalokat. És mondtam éppen, mert ugye mind 15 lány volt itt,
a Gyergyóból. A tanárok választották ki, hogy ki gondolom én, hogy ez jutalomút volt a gyerekeknek, de csak lányok jöttek. Aztán megbeszéltük, hogy jövőre, ha mi megyünk, akkor mi csak fiúkat viszünk, akkor kicsit ezt megbonyolítjuk. Azon kívül, hogy voltak programok, volt szabad programjuk is, és nagyon-nagyon kellemesen töltötték, tele élménnyel utaztak el szombaton éjszaka. Úgy tervezzük, hogy jövőre, még az időpont még nem biztos, meg ugye ennek a hátterét is meg kell, hogy szervezzük, de jövőre mindenképp el szeretnénk menni. Én nekem van olyan elképzelésem is, és már ezt próbáltam kezdeményezni, hogy mivel itt Dombóváron van nagyon jó kosárlabda csapat, ott Gyergyóban is van, hogy lehetne egy ilyen közös sportrendezvényt is akár, de atlétákat is elvihetnénk oda egy kicsit, hogy ott edzenek a Hargitán. Tehát van elképzelés, van ötlet, és én úgy látom, hogy a fiatalok vevők erre, nagy élmény volt. A résztvevők elégedetten tekintenek vissza a közös eseményekre, amelyek során új barátságok is születtek. A látogatás során megszerzett élmények és tapasztalatok hosszú távon hozzájárulnak a szorosabb kapcsolatépítéshez.